Ha szeretnél jól szórakozni és mellé nyerni 100.000 forintot, akkor nincsen más teendőd, mint sem feliratkoznod a harmadik csatornámra, amely az Elek Róbert nevet kapta. Ott van a link a profilomban lévő bióban. Fú, mik lesznek ott, előre készüljetek fel, és ne felejtsétek el, hogy 100.000 feliratkozónál sorsolás, mindenkinek sok szerencsét. Előjem, tesó! Biztos vagyok benne, hogy rengetegen vágjátok, hogy mégis miről van szó, de nem fogom ellőni, ugyanis brutálisan kellemetlen lenne. Na de, hogyha meg lesz a 10.000 like ezen a videón, ellövöm! Fú, most ezt kajakra ilyen felőtlenül kimondtam. Nem akarom én ezt. De nem, hát csak nem lesz meg, de én ezt már kimondtam, nem szívom vissza. Szevasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legesleg újabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videónkban pedig ezzel fogunk foglalkozni, és ilyen előjemes videókat fogunk megtekinteni. Hogyha esetleg valakinek kimaradt volna ez, ne aggódjon, ugyanis hamarosan meg fogja tudni, hogy mégis miről van szó. És miután párszor meghallotta ezt az egészet, garantálom, hogy egy életre az agyába fog vésődni ez. Konkrétan a napokban, amikor sétáltam Fehérváron, brutálisan messziről, hallotta, hogy valaki előtte élőben. Olyan jókat szoktam én nevetni ezeken a videókon, szóval azért is hoztam most el nektek egy ilyen csidejót. Kezdjünk is bele! Leges legjobb tudomásom szerint Martin Master alsóvonal official hozta be ezt az egészet, és ő lőtte leges legelőször, és ő ennek a virális trendnek a megalkotója. Hogyha esetleg tévedek, akkor mindenféleképpen javítsatok ki a komment szekcióba, az biztos, hogy én leges legelőször nála láttam. Aztán lehetséges, hogy nem ő volt a leges legelső, csupán a legfelkapottabb. Na de itt is vagyunk a TikTok profilján, és akkor nézzük is meg, hogy hogyan indult ez az egész. Az előző fiókját törölték. Itt azt írja nekünk, ez az új fiókja. Előjön. És ott nyomatja a kamerába. Zseniális a mozgása is mellé. Szerintem ez is hozzájárult. De amúgy rendes jó hangja van a tagnak, most veszem észre. De nézzük meg még egyszer, ugyanis szerintem ezzel az ikonikus videóval indult ez az egész jelenség. És hogy beleéli magát, és mennyire átszellemül. Ő aztán előtte nagyon is. Na de nézzük is meg a srácnak a többi videóját. Még a tömegközlekedésen is ellövi. És hogy néznek az emberek a háttérben? Nem értik egyszerűen, hogy mégis mi újság van. De mi tudjuk, és ez a lényeg. Ha el kell lőni, akkor el kell lőni. Nincsen egyszerűen más opció, de milyen brutálisan nagy promó ez az eredeti zenének, gondoljatok már bele. Nézzük is a kövét, ugyanis mindenhol ellövi ő, és nem szórakozik. De ezek a mimikák, amiket lenyomat előtte, utánozhatatlan egyszerűen. Már ettől kiég az ember. Van érzéke hozzá. Nagyon is. Meg ez a fejmozgás. Ennyire még sosem elemeztem ki ezt, mint most. De rengeteg olyan dolog van benne, amely miatt megértem, hogy ilyen brutálisan felkapott lett. Na de nézzük is a kövit. Lőjed. Hát ő ott is ellövi. Top komment alatta. Hát kirázott a hideg, de nem azért, mert jó. Na, miért kell bántani? És mégis ezt hallgatod. Szerintem ebből amúgy egy karriert simán fel lehet építeni Magyarországon. Mindenféle nevezetességnél ellövi, csinál több száz ilyen videót, és hatalmas nagy sztár lesz. Még a mozgó lépcsőn is ellövi. Az emberek reakciója a második leges legjobb az ilyen videókban. A srác után.
Mindenki néz, hogy mégis mi történik itt. De hát most már több százan, meg több ezren megcsinálták ezt, ugyanis akkora trendi avanzsálódott ez az egész. A kajakra hány ember kezdte elnézni? Zseni! Na de pörögél is a kövi! Nehogy már egy bevásárló kocsiban ne lője. Hát persze, hogy lőd el, tesó! Előjem, tesó! Lőd el, tesó! Biztos vagyok benne, hogy vele már folyamatosan csinálják a közös képeket, meg akár együtt lövje le rajongóival. Lőd el, tesó! 25 ezer like van ezen a videón! Lőd el, tesó! Kommentek! Ezt nagyon ellőtte! Másik komment. Jól vagy? Én ezeket a videókat szerintem sohasem tudnám megunni, szóval Martin, hogyha látod most ezt a videót, pörgessed ezzelrel és nyomassad! Így tovább! Most már valami újat! No! Kukodjál! Nem bírom el a szenvedést! Milyen kis változtatások vannak itt! Ő egyszerűen nem fél megújulni! És ellövi! Előjön! Most már valami a jó öreg Jimmy-t is! Vagyok már én! Nem bírom el a szenvedést! Annyi lehetőség van ebben! Tudta, hogy nagyon ki fogja majd maxolni még! De hát vissza is térünk a gyökerekhez, és ismételten gyújtja a rakétát. Na de vannak még? Na, most már a rajongóival is találkozott. Hát ezt mondom! És közösen lövik már el. Lőjem, tesó! Lőjet, tesó! Mint egy tanksapka, Magyarország feelingra, pam pam pam. No! Hát folyamatosan megújulunk itt, kérem szépen! És ez volt a legutolsó videó, amelyet közzétett 3 nappal ezelőtt, amikor felveszem most ezt. Na de, mivel ilyen brutálisan népszerű lett ez az egész, meg is jelentek a rajongók, és rengetegen újraalkották, szóval most nézzünk meg pár ilyet, kezdjük is vele. Hát ő még konkrétan meló közben. Az árokban is ellövi. Így kell csinálni. Mindig minden körülmények között el lehet lőni, ha nincs pénzed. Na itt mégis mi történik, uraim? Ne lőjen. Ne lőj. Úgyis el fogja lőni. Élő adásban vagyunk. Ellövöm, és akkor kapok egyet ingyen, na? Egy bolt kellős közepén. Na, lőd el. És micsoda kis díleket lenyomat! Ellövi ingyen vízért, hát ezzel már fizetni is lehet! Na ez a nem mindegy! Előjem! Lőd el, tesó! Lőtök egy rakétát, mint egy gondjamman! Jamaik a feeling, lapapapapa! Jó ide! Na vajon ezek után megkapta a vizet ingyen? Szerintem igen! Én tudtam, hogy odaadtam volna neki! Na de itt is van a következő videónk! Előjem, tesó! Lőd el, tesó! Gyújtom már a kétet, mint egy gondjapma! Jamaika feeling up a pa-pa-pau! Éreztem ebben a dühöt, meg az agressziót. És ennek köszönhetően nagyon is levezette. Hát pozitív hatásai vannak ennek a trendnek. Mi kell még egyszerűen? Na de, valaki ellövett a Google fordítóval. Jaj, várjatok! Le volt némítva, bocsánat! A TikTok alapból úgy nyitja meg a linkeket, hogy le van némítva. Na, köszönjük szépen, te is legyél szerencsés! Na de jöjjön is a következőnk! Lőd el, tesó! Annyi ilyen videót láttam már, és még annyit fogok. Lőd el, tesó! Ti azért már itt belehettetek italozva. De így még jobban el tudták lőni. Lőd el, tesó! Hol vagy te?
Na ez tudja, hogy nem Magyarországon van. Nemzetközi vizekre ért ez az egész. A hashtagek között ott van, hogy Németországban van. Azaz! Ő pedig a Balaton kellős közepén is ellövi? Kérlek, mondd azt, hogy hamarosan elkezdesz énekelni, miközben kézen állsz. És nem! Pedig annyira nevettem volna, hogyha beadja. És elkezd énekelni. Na de jöjjön is a következőnk. Lőd el, tesó! A média már kellős közepén is el lehet lőni. Tovább nem is hallottam még amúgy ezt a zenét, csak a trendből vágom. Lőd el, tesó! Engem teljesen elveszítettetek. És totálisan ki vagyok már égve. Meg is érkezett Szoboszlai! És ellőtte! Hát persze, hogy ellőtte! Nézzük meg még egy-kettő ilyen TikTokot, és szerintem utána zárjuk is le ezt a videót, ugyanis a jóból is megállt. Na ő aztán ellőtte! Hát konkrétan Jeruzsálemben van már az a labda! Jó, hogy nem találtál el amúgy ott senkit. Hát de mennyire közel hozzá, ott emberek sétáltak meg minden. Na ő aztán veszélyesen él, és ellövi. Minden körülmények között. Na de nézzük is az utolsó videónkat. Kaja közben is ő ellövi. Hát így kell ezt csinálni. Lőd el. És az, hogy közben így ugrált a hangszála, csak hozzátett ehhez a remek műhöz. Nézzük meg ezt még egyszer, ugyanis megérdemli. Lődett barom. Aj, zseniális. Na de én köszönöm szépen a figyelmet, ennyi is lett volna ez a videónk. Nagyon remélem, hogy bejött nektek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban, a harmadik csatornámmal együtt, ahol már fent van a legeslegelső videó, illetve ott van a gameplay csatornám, mindenféleképpen iratkozzatok fel rájuk is, hogyha pedig valaki esetleg még nem nyomta volna be a csengőt, mégis mire vár, amikor a YouTube elvileg, akkor értesítéseket fog küldeni a legeslegújabb videóimról. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!